Siessetek, homorlejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszálló perc az életed, ma még ha jössz, elérheted. Ne késj soká, ne várj tovább, ma kérd atyád bocsánatát. Borulj itt el a kereszted, irgalmáért ma esedet, mert holnap már késő lehet, hogy elnyerhessed üdvöget. A szűk kapu még nyitva van, hisz téged is Isten szava. Jézus szeret, vár téged el, ha elkeményed meg szíveded. Ha elkésel, mi lesz veled, hogy mented meg az életed. Bezárulok, kegyelmi jó, lelked örök halálra jó. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Hálát tudunk tenni neked, mennyi édesatyánk, felséges Istenünk, ének szóval dicsérjünk és magasztalunk téged, azért, mert csodálatos vagy, te felhozod a napodat, mind a jókra, mind a gonoszokra. Köszönjük te néked, hogy megígérted, hogy majd az üdvösség napját az csak azok számára hozott fel, akik befogadják a szívükbe Jézus Krisztus fiadat, Uram. Köszönöm te néked, hogy most is eltelt szinte egy hónap, és itt lehetek újra a testvérek között. Köszönöm te néked, hogy van szabad hozzánk. Uram, könyörgök te hozzád azokért, akik nem akarnak jönni. Bocsáss meg nekik, hogy távol maradj, távol tartják magukat az ige tanításától. Világosítsd meg az ő elméjéket, és hívjad őket, vonjad a te igéd által, mert te vagy az, aki munkálod mind az akarást, mind a véghezitelt jókedvedből. Könyörgök te hozzá a beteg testvéreinkért is, Uram, te gyógyítsad őket, hiszen ők önhibájukon kívül nem tudnak eljönni. Uram, világosítsd meg a mi elménket, és add értelünk is az igét, és adjad, hogy valóban lelkiekben meggazdagodva tudjuk hazatérni majd otthonunkba. Uram, világosítsd meg a mi elménket, hallgass meg minket. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Kedves testvérek, az a Szent Igemennek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. részében, 6. rész 8-tól a 15. versig bezárólag következőképpen. Isten pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiak és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a ciliciaiak és ázsiak közül, és vitatkoztak Istvánnal. De nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbiztattak embereket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolt a Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt és elvitték a nagy tanács elé. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták, ez az ember állandóan a szent hely és a törvény ellen beszél.
Hallottuk, amikor azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind ránéztek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Kedves testvérek, Jézus Krisztus népének mindig megvoltak az ellenségei, kezdettől fogva. Emlékezzünk rá, hogy Jézust már Betlehemben meg akarták ölni. Akkor az összes csecsemőnek meg kellett halni, mert nem tudták, hogy kit öljenek meg, mert nem ismerték. Tehát Jézus Krisztus állandóan rátámadt a sátán, mert nem akarta, hogy az emberek üdvözüljenek, hanem benne maradjanak a kárhozatba, amiben beleszülettek. Ő nem akarja most napjainkban sem. Napjainkban is ugyanúgy munkálkodik, mint 2000 évvel ezelőtt, ugyanúgy meg akarja akadályozni azt, hogy az emberek jöjjenek. Tehát volt időszak, ugye emlékezünk rá még idősek, amikor még tiltották is. Kálmán bácsi, elnézést kérek, be kell jönnöm. Tessék. Jó napot kívánok! Ne haragudjanak már, de el kell vinnem itt egy-két dolgot is. Minden igazit van. Mert csináljuk itt anyák napjára ilyen ajándékot, és átadom. Tehát kezdettől fogva azt akarta megakadályozni, hogy Istennek az üftelve, amit ő megígért már ott az édenkertben, az első emberpárnak, hogy majd az asszonynak a magva a kígyó fejére takos, és akkor leveszi az átkot, azt az átkot az emberről, hogy halálnak halálával lakoz, tehát megszünteti azt, hogy automatikusan elkárhozzon az ember. Mert az ember beleszületik, amit mondtam az előbb is a kárhozatba, és abból csak ki lehet jönni. Az Ószövetség népének, Izrael népének az volt a módja, hogy üdvözüljön, hogy ne kárhozzon el, hogy be kellett tartani a törvényt. Nem csak a 10 parancsolatot, hanem még azon kívül Mózes nagyon sok törvényt és szokásokat adott a népnek, amit be kellett tartania neki. És én úgy elcsodálkozom, hogy hogyan tudták mindazokat a sok üléket számon tartani, amiket be kellett tartani nekik, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, cselekedetre. Mert ugye abban az időben még cselekedetek által volt az üdvösség. Cselekedd azt, tartsd be a parancsolatokat és élsz. De Isten látta, hogy ez nem jó. Mert nem tudta senki megtartani a parancsolatokat. Egyedül csak aki asszonytól született, csak Jézus volt, aki be tudta tölteni a törvényt. Egyedül ő nem védkezett. Istennek minden szolgája, Mózestől kezdve, Ábrahámtól, mindegyik védkezett, és egyik sem volt méltó az üdvösségre. Azért mondja azt az írás, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségetek. És láthatjuk, hogy akkor, amikor az Úr Jézus eljött, akkor mint áldozati bárány áldoztatott meg. Mert Izrael népének úgy volt bocsánat a bűnre, hogy le kellett vágni egy bárányt. És annak a vérét ontani, és a vérét ráhinteni az oltárra, és megégetni, égő áldozatot kellett bemutatni, véres áldozatot. Azért mondja az írás, hogy véres áldozat nélkül nincsen bűnbocsánat. Tehát láthatjuk, hogy a zsidó népnek megvolt annak a rigolája, meg volt a szokása, hogy hogyan lehetne megszabadulni a bűntől. Azonban ez sem volt teljes, mert sok ember nem ismerte magát bűnösnek. Azt mondta, hogy ő igaz. Neki nincs szüksége arra. Napjainkban is így van. Napjainkban se
mindenki ismeri el, hogy bűnös. Pedig nincs olyan ember ezen a világon, aki asszonytól született, hogy ne vétkezne. Valami módon minden ember vétkezik. Még a papok is. Azok is vétkeznek. Azoknak is szükségük van bűnbocsánatra. De most már nem Isten módja, nem Istennek a dolga az, és nem a főpapoknak, mert Izrael népének volt egy főpap, aki bemutatta egyszer mindenkor az egész népét az áldozatot. Most már nincs szükség áldozatra. Épp azért én úgy viszálykodom, vagy vonakodom akkor, amikor azt mondják, hogy megyünk áldozni. Áldozatra nincs szükség, mert nincs most már oltár. Legalábbis megszűnt, mert egyetlen egy templom volt ezen a világon, az a jeruzsálemi templom volt, ahol Istennek a ládája volt. És ott kellett bemutatni azon az oltáron az áldozatot. De tudjuk nagyon, hogy akkor, amikor az Úr Jézus meghalt, kilehelte lelkét, akkor mi történt? Annak a szentélynek a kárpitja ketté hasadt. Mert abban a szentélyben csak a főpap mehetett be, évente egyszer. Csak a főpap tehetett be. És az is, hogyha bűnösen ment be, előtte nem áldozott, nem ölt le egy bárányt a bűneiért, a főpap, akkor ugyanúgy meghalt volna, hogy olyan szent volt, Istennek a ládáját, meg a kérbokat nem érinthette senki, csak tiszt ember, csak aki megtisztult. Volt is egy eset a Bibliában, amikor a szövetség ládáját szekéren szállították, és egyik helyről a másikra, és megbillent a szekér, és Uzzára hívták azt, aki oda kapott a ládához, és megérintett, megfogta, hogy nehogy felbillenjen. És azon szempontban mindjárt meghalt. Mert azt a ládát nem érinthette csak a főpap. Mert abban volt a tíz parancsolat is, abban volt a tíz parancsolat, és a mannából egy tál, és Áronnak a hét leszteje. Ez volt benne a szövetség ládájában. De mivel most már megszűnt, bárki járulhat Isten elé imádságban, nem csak a főpap, imádkozhat, bárki járulhat imádságban, de közben járó a Biblia szerint csak egyedül egy van. Pál apostol írja, hogy nem adjatok más közben járó Isten és emberek között, csak Jézus Krisztus. Ő is csak azért, mert egyedül ő volt, aki tiszta, aki a vérét áldozta oda a bűnös emberekért. Tehát egyszer mindenkorra bemutatta az áldozatot. Nincs további áldozat. Az, amit áldozatnak mondanak, az úrvacsora, az Úr Jézus azért szerezte, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Emlékezünk arra mindig, hogy ő halt meg a mi bűneinkért. Arra kell emlékeznünk, amikor úrvacsorázunk. Tehát láthatjuk, hogy nincsen áldozat, nincsen bűnért való áldozat azóta. Csak emlékvacsora, emlékezünk az úrvacsorára, de azt is csak úgy veheti magához az ember, hogy előtte megvallja a bűnét, megbánja a bűnét és elhagyja. Mert hogyha csak úgy megyek oda, aztán elveszem, azt hiszem, hogy ez majd akkor már megtisztulok, ha magamhoz veszem az úrvacsorát, nem tisztít meg. Csak a bűnbánat által van megtisztulás. Az csak azért, hogy emlékezünk, hogy Jézus meghalt értünk. És ugye tudjuk nagyon jól, hogy Istvánt megválasztották diakónusnak, de azt olvassuk, hogy Isten szent lelke megtöltötte őt, és ugyanazokat a csodákat tudta tenni ő is, mint az apostolok. Gyógyított, ugye, és betegségeket, halottakat támasztott, de meg tudta tenni azt, amit az apostolokkal felruházta Isten. Tehát ugye hatalomból való felruházva. De ez nem volt elég az akkori vallásos embereknek, az izrael zsidó népnek, nem volt elég. Hanem mindenképpen a bűnbakot kerestek. Mindenképpen meg akarták szüntetni, hogy terjedjen a Krisztus egyháza. Tehát a kereszténység terjedését akarták mindenképpen megakadályozni. Tudjuk nagyon, hogy ennek az egyik eszköze volt abban az időben, Pál is, aki még Saul volt annak idején,
aki tűzzel, vassal írtotta a keresztényeket. És itt is a későbbiekben olvasjuk, hogy itt is ott volt, mikor Istvánt megkövették, mert megkövették, a későbbiekben olvasjuk, nagyon követték azért, mert mondva csinált vádok szerint azt mondták, hogy le akarja rombolni a templomot, igaz? Meg aztán a szokásokat, a zsidónék szokását meg akarja szüntetni, ami nem volt igaz, de mégis ráfogták, és ugyanúgy, hogy az Úr Jézus Krisztus is ilyen mondva csinált per által ítélték halálra, ugye, mert őre azt mondták, hogy lerombolja a templomot, és a zsidók király akar lenni. Tehát politikai ügyet csináltak mindenből, politikai ügyet, mert tudjuk nagyon, hogy a zsidó főpapoknak nem volt joguk halálos ítéletet hozni, csak a megszállónak, a római hatóságoknak volt szabad halálos ítéletet hozni. És épp ezért ugye ők is most ugye még ezt se tartották be, mert nem vitték oda a római hatóság elé, hanem ők követték halálra. És itt azt mondja, hogy ezzel fellázították a népet, a véneket, az írástudókat, rárohanva elfogták őt, és elvitték a nagy tanács elé. A nagy tanácsot úgy hívták, hogy Sanhedrin, tehát a zsidó népek volt itt tanács, akik ítélkeztek. Tehát volt joguk ítélkezni, elmondani, hogy mi a bűn, mit cselekedett, és akkor utána szabad volt elvinni oda a római hatóság elé. De nem tették ezt se ők, ugye, csak elfogták és a nagy tanács elé elvitték. És azt mondja, hamus tanúkat is állítottak, akik ezt mondták, ez az ember állandóan a szent hely és a törvény ellen beszél. Pedig senki, ugye tudjuk nagyon, hogy napjainkban is a kereszténység nincs a törvény ellen, hiszen mi nekünk is ugyanolyan szent a 10 parancsolat, nincs a zsidó népnek ugyanolyan szent. Viszont mégsem a 10 parancsolat által tartatunk meg, üdvözül az ember most már, hanem Jézus Krisztusba vetett hit által üdvözülünk. És nem cselekedetekből. Ugye annak idején ugye tudjuk nagyon jól, hogy buzdították azt, hogy jót kellett cselekedni, le kellett vezekelni a bűnt. Nem lehet a bűnt levezekelni Jézus Krisztus halála által, mert ő vezekelt egyedül. Mert a bűnnek a büntetése az Ószövetség szerint halál, az a kározat. Nem ez a halál, amivel mindenkinek meg kell halni, hanem a halálnak halála, így mondta ugye Isten az Édenkertbe, amennyiben eszel a fának a gyümölcséről, halálnak halálával lakol. Tehát meghalsz és elkározol. Tehát a pokol lesz az osztályrész annak. De ugye mivel senki nem tudta betartani, azért mondtam az elején, hogy még Mózes se, és egyik se, mindegyik vétkezett, épp azért akkor is kegyelemből volt, üdvösség az embernek, mivel megkegyelmez az embernek, a bűnbánó embernek, aki megbánja a bűnét, annak Isten megkegyelmez. Így van az napjainkban is. Csak azáltal van üdvösségünk, és hogyha mi megbánjuk a bűneinket, és elhagyjuk a bűnt. Akkor, amikor az Úr Jézushoz odavezettek egy házasságtörő asszonyt, ugye? Mert a házasság a törvény szerint meg kellett kövezni azt, aki házasságot tör. Nagyon kellett kövezni. Akkor az Úr Jézus megkegyelmezett neki. Nem engedte, hogy megkövezzék. Miért? Azért, mert azt mondotta nekik, hogy na az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közöttetek. És senki nem mert követ ragadni, mert mindenki tudta magáról, hogy ő vétkes, bűnös. Senki nem mert tevek követni. Jézusnak joga lett volna elítélni, hiszen ő a bíró. Azonban nem ítélte. Azt mondta, hogy én sem ítélek el téged, eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát elengedte, de többé ne követd el ezt a bűnt. És akkor látjuk, hogy nagy tanács elé vitték. Ez az ember állandóan a szent hely ellen, törvény ellen beszél,
hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott nekünk. Hadd mondjam el, kedves testvérek, hogy mit sem változott az emberiség. 2000 esztendő, sőt, hogy mit mondjak, ugye most ünnepeljük a reformációnak az 500-as évfordulója. Akik ismerjük a történetét a reformációnak, azt tudjuk, hogy életbe lépett az inkvizíció. Ugye, hogy hívják, a katolikus egyház, az kihirdette az inkvizíciót, mindazokat meg kellett ölni, akik a reformációhoz csatlakoztak. Ezért elhurcolták az akkori papokat Gália rabságra. Ott haltak meg a Gályákon. 40 prédikátorról van egy könyv, leírva, hogy milyen kegyetlenségeket tudtak elkövetkezni. Jézus Krisztus neve alatt. Jézus Krisztus neve alatt. Ugyanolyanok voltak akkor ők, mint itt a főpapok. Ugyanezek a főpapok, a mostani főpapok is ugyanúgy is elkezdtek. Tűzzel vassal írtották, mert nem engedték, hogy visszatérjenek. A reformáció azt jelenti, hogy visszatérni az eredet, Biblia eredeti tanításához. Nem engedték. Én emlékszek vissza az én idős nagymamámra, ő mondta, hogy nem szabad volt nekik Bibliát se tartani. Egyes, hogy latinul volt írva még akkor a Biblia, azt az egyszerű emberek nem is tudták olvasni, igaz? Még ha tartottak is volna. A másik pedig, hogy ugye, hogy teljes egészében, nekem van katolikus Bibliám is, és ugye teljes egészében kiforgatják azt, ami az eredeti szövegben van a Bibliában. És akkor ez ellentétet szított. Ugye ellentétet szított a felekezetek között. Ezért voltak a gyilkosságok. Mert minden áron tűzzel, vassal üldözni kell, úgy üldözték Istvánt is. Ugye Pál apostolt is meg akarták ölni. Péter apostolt is elhurcolták, mindenképpen meg akarták ölni, mert ők azt hirdették, amit Jézus Krisztus hirdetett. Jézus Krisztus tanítását hirdették. Kedves testvérek, hadd mondjam el, hogy a reformációt Luther Márton indított el, és ő is katolikus szerzetes volt. Azonban olvasta a Bibliát minden nap, és akkor úgy szeme szúrt az, hogy elrendelték a Vatikánba, hogy a bűnt meg lehet vásárolni pénzen, a bűnbocsánatot. És bűnbocsátó cédulákat árisítottak, hogy kinek milyen bűn, még ugye Jónás van a katolikus egyházban, amilyen bűne volt, akkor a pap kiszabta, hogy mennyit kell befizetni. Tehát ilyen nincs sehol a Bibliában. Ugye innen így kezdődött el, és ezért írt a Vatikánban egy levelet, hogy hát ez borzasztó dolog, mert ugye az van benne a Bibliában, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségetek, nem tőletek van, Isten ajándék az üdvösség. Tehát az üdvösséget nem lehet, bűnbocsánatot nem lehet megvásárolni. Azért már kifizette az árat Jézus Krisztus. És ez nem tetszett nekik, mert hát ugye nagy profitul estek el akkor. A pénz. Pedig azt írja Pál apostol, hogy minden bajnak a gyökere a pénz szerelme. Nem lett volna szükség arra, hogy pénzért árulják, de hát láthatjuk, hogy a pénz az vakká teszi az embert, a vagyon. Minél jobban meggazdagodni. És így volt ez, ugye, Istvánnal is tűzzel, vassal üldözték a keresztényeket, és Istvánt is ugye azért követték agyon, mert hamis vádok alapján. Hát Jézus is hamis vádok alapján, azzal vádolták, hogy király akar lenni, és meg akarja dönteni a császárságot, ugye?
Pilátusnak azért kellett halálra ítélni, mert azt politika ügyet csináltak az ő ügyéből, igaz? És aki lázadott a császárság ellen, azt meg kellett ölni a római hatóságnak. És úgy elgondolkoztam rajta, amikor most készültem ezzel, hogy ugye nem ugyanaz történt a reformáció alatt is, mint ami akkor. Nem Rómából indult ki minden, akkor a római császár, ugye? Most meg a Vatikán üldözte a kereszténységet. És hát azt is ellenezte a reformáció, hogy hát keresztes hadjáratot indítottak, tűzzel, vassal terjesztették a kereszténységet. Hol van ez megírva a Bibliában? Keresztes háborút indítottak, így halomra gyilkolták az egyszerű, szegény népeket ott. Nem Európában, nem Ázsiában, hanem ottan Afrikában. Ugye? Tűzzel vasalították, aki nem keresztelkedett, meg azt megjelentek. Hát láthatjuk, hogy borzasztó dolgok történtek, nem csak akkor is van idejében, hanem még utána is, ezer évben még utána is. Mert Isten gyülekezetének úgy kell terjednie, a prédikációk által. Azt írja Pál apostol, hogy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés által hívja el a hívőket. Igési, aki hallja az igét, és befogadja az Úr Jézust a szívébe, az üdvöző. Akinek a szíve nincs az Úr Jézus Krisztus, az nem üdvöző. Tehát csak Jézus Krisztusban vetett hit által. Sőt, ugye láthatjuk, hogy most napjainkban jönnek befele az iszlám vallás, igaz? Ezek mind azok, akik bevándorlók, ezek mind az arabok, mind iszlámok vallások. Egy Isten hívők, valóban Allah, egy törökök, igaz? Egy Isten hisznek. Azt mondja a Pál apostol, hogy hiszed, hogy van Isten? Jó teszed. Az ördögök is hiszik, és félnek is tőlődek. Higgy az Úr Jézus Krisztusban is üdvözlődik. Tehát aki az Úr Jézus Krisztusban hisz, annak van üdvözlége csak. Nem a Istenbe hisz. Mert ér képviseli Isten. Ítélkezés nem Isten fog majd az ítéletkor, hanem Jézus. Az ítélkezés jogát Jézusnak adta oda Isten. Azért, mert ő szenvedett meg a bűnökért. És figyeljük meg, kedves testvérek, hogy István ugye nem védekezett egyáltalán. Nem védekezett, nem tiltakozott ellene a vádok ellen. Ha másnak nem, akkor már aznak meg kellett volna győzni a vádlókat, hogy azt olvassuk, hogy ragyogott az arca, olyan volt, mint egy angyalé. Nem volt halálfélelme. Ugyanúgy, hogy az Úr Jézus Krisztusnak sem volt, igaz? Nem félt a haláltól. Ő se védekezett. Mikor Pilátus kérdezte, egy Herodes is kérdezte, nem válaszolt nekik egy szót sem. Nem volt mondani valója már nekik. És most is úgy van, kedves testvérek, hogy az Isten szól, egyszer, kétszer, utána hallgat. Nincs mondani valója többet az embernek. Mert aki egy-két hallásra nem fogadja el azt, amit ő tanít, az magára vesse. Mert szokás manapság csak a szerető Istenről prédikálni, beszélni. Hogy hát Isten ilyen szerető, meg megbocsát, igen, megbocsát, de csak annak, aki igazán megbánja a bűnét. De azt éppen mostan vasárnap arról prédikáltam, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. És hát sokan kérdezték azt, miért ilyen kegyetlen az Isten, miért engedi meg ezeket a tömegszerencsétek, ezeket a robbantásokat, meg minden, miért engedi meg? Isten nem megengedi, hanem ilyen az ember. Embernek szabad akaratú szabadságot ad. Választani lehet az embernek.
De hogyha már arról beszélünk, hogy miért ilyen kegyetlen az Isten, akkor volt egy olyan a Bibliában, hogy özönvíz, igaz? Akkor Isten az egész világ nemzetségét, Noé családja kivételében mindenkit elpusztított. Mindenki elpusztított. Ki tudja, hány millióan éltek akkor? Azért, mert istentelen elfordult az Istentől. És nem leszed másképp majd az utolsó ítéletnél sem. Az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy ha eljön az ember fiamat, ha visszajön Jézus, talál egy hitet a Földön. Nem is biztos, hogy már lesz akkor, aki hisz benne. Nem is biztos. És azok, akik nem hisznek benne, mind elkárulnak. Csak most már nem özönvíz által, hogy a Biblia szerint, mert megmondta az Úr Jézus, tűz által pusztítja ezt a világot, tűz. És akkor azt mondják, hogy ilyen kegyetlen az Isten. Kegyetlen az ember, mert láthatjuk, Istvánt is megölték, ártatlanul megölték. Az ember a kegyetlen, nem az Isten. Ő megadja a választási lehetőséget, elébb adtam az életet, válaszd az életet, ne halál. Olyan volt az arca, mint egy angyalé. Most is napjainkban is láthatjuk, hogy azok is meghalnak ezekben a robbantásokban, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban. De csak az a különbség a kettő között, akik nem hisznek, meg akik hisznek, közöttük az a különbség, hogy akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, azt meghalnak, azok oda mennek hozzá. A többiek pedig a pokolba. Egyenest a pokolba mennek. Ez a különbség a kettő között. Mert aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, ha meghal is él. Tehát örök élet. Így hívják ezt, hogy örök élet. Aki pedig nem hisz, az már elkárhozott itt ebbe a földi életbe is. Tehát a kárhozat is, és az örök élet is itt kezdődik a földi életbe. Itt kezdődik. Nem majd akkor a halál után, amikor feltámadás után, mint hogy tévesen hirdetik. Nem. Az örök élet is itt kezdődik, mert aki az Úr Jézus Krisztus a szívébe fogadja, annak már örök élete van. Nem lesz, van. Azért nem félek én, hogyha történetesen egy karambolba, az úton, meghalok is, nem félek, mert tudom, hogy ott már jobb lenne, jobb lesz nekem, mint itt. Nem fog fájni a derekam, meg a térdem, meg a lábom, nem fog már ott fájni, mert nem lesz szükség rá. De addig, amíg Isten akarja, addig itt akarok élni. Mert szeretek élni. Szeretem ezt az életet is. Mi lesz akkor, hogyha mamma nem jöhetett ide? Még többi helyre, ahol szoktam jönni. Akkor már lesz helyettem más. Akkor már lesz más. Isten hagyja, hogy valóban Istvánnak a történeten keresztül mi is tanuljuk. Tanuljuk meg azt, hogy kegyelemből hit által van üdvösségünk. Kegyelemből hit által, és nem cselekedetek által. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, hogy te engedelmes voltál és eljöttél azért erre a világra, hogy véredet öntsön, mert véres áldozat nélkül nincsen bűnbocsánat. Megszerezted az ember számára a lehetőséget, hogy üdvözüljön, és bocsáss meg azoknak, akik nem választják az üdvösség útját, hanem benne akarnak maradni a kárhozatba. Azt hiszik, hogy ezzel a földi élettel, a halállal lezárul minden, pedig majd az ítéletkor, majd akkor fognak majd síránkozni, hogy miért nem hittek a mi beszédünknek. Köszönöm te néked, mennyi édesatyám, hogy még megengedted, hogy újra itt lehetek az én idős testvéreim között. Bocsáss meg azoknak, akiket hívtam, és nem jöttek el. Könyörülj meg rajtunk, Istenem. Könyörgök te hozzád a gondozókért,
hogy nekik irgalmas és könyörölt a szívet. Szeretetnél tudjanak bánni az én idős testvéreimmel, hogy ne legyen panaszuk semmi dolog, semmiben sem uram, hiszen ők ezt vállalták, ezt a szolgálatot. Könyörgök te hozzá, mennyi édesatyám, egyházadért, te adj megújulást az egyházba. Hagyjad, hogy visszatérjenek, uram, a bibliai igazságokhoz, a biblia tanításához. Mert ami eltér az ige tanításától, az mind bűn. És a bűn pedig te megbünteted, uram. Könyörülj meg rajtunk. Könyörgök te hozzád magyar népünkért is. Áld meg ezt a nemzetet. Adj ébredést ebbe az országba, hogy minél többen megtérjenek, uram. Könyörgök magyar népünk vezetőjét, és adj nekik bölcsességet, hogy bölcsen tudjanak törvényeket alkotni, és törvény képviseljék a magyar népünk érdekeit. Áld meg bennünket egyen-egyenként, és készít bennünket majd a pünkösd ünnepére. Könyörgök te hozzád, mennyi édesatyám, az édesanyákért, akiknek a akiket ünnepelni fogunk majd vasárnap. Hálát adok szüleinkért, uram, nagyszüleinkért, akik gondoztak bennünket. Uram, adjad, hogy az emléküknek áldozunk mi is, és tudjuk besületben tartani az ő hitüket. Hallgass meg minket. Názáreti Jézus nevébe kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szerdeltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Istennek békessége, mert minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Ki Istenének átad minden, bizalmát csak beléveti, a csodaképpen őrzítlen, ínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tel, az nem fővényre építel. A súlyos gondok mit használnak, a sóhajsok jajszó mit ér. A sebeink még jobban fájnak, minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk bónak helyet ad. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lel. Az Úr rendelte kegyelemben, örökből célnak megfelel. Ki elválasztja életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Zenj hát az Úrnak, járd az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást juttat, majd Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mindörökké véle él.